Üdvözlöm minden kedves nézőmet. Ez Grand Theft... Grand Theft Auto 4 végigjátszás lesz. Vagy gameplay, ahogy tetszik. Az a lényeg, hogy most ezt a talbotos hülye gyereket kéne hallgatni, hogy merre kell mennem. Csak nem volt négy ajtós kocsim. Elloptam egyet, a rendőrök üldöztek. Aztán felrobbantam a garázsba, és úgy döntöttem, hogy akkor retrizek, de viszont nem teszem be azt a bombázást. Igazándiból semmi érdekeset nem mondtam alatta. Esetleg annyit tudok ígérni, hát nem sokára lesz San Andreasból bemutató videó. Illetve hát a San Andreas Multiplayer egy módnak a bemutatója lesz. Egy mód... Nem! Most ez miért van már megint? Isten bassza meg a kurva rendőr anyjukat. Be kellett scriptelni ezeket a rohadt geciket. És nekem semmi bajom, velük csak állandóan jönnek, mert homokos gecik. Na. Jó, ez további dolog, hogy hát esetleg champ módból lehet ezt várni egy icipici bemutatókat. Hát volt már régebben fönt egy, az igazándiból elég gagyi lett, szóval nem volt azzal semmi gond, csak szálljál már befele! Na várjál, tisztázzuk, melyik a... ez a left. Right, left, igen. Hallgatni kell amúgy, hogy mit mond. Right here, okay? Right, de hol? Alright, keep going straight. Alright, turn left. Left. Na most melyik a left, meg melyik a right, öcsém? Ember. Komolyan megkavart. Take this way. Fordulj vissza. Anyádat! You trying to kill us? That traffic's heading towards us. Okay, I think you should maybe turn right. Rigöhöt, az erre van, nem? Igen, right. Ez egy vicc. Right. Várjál, lehet, hogy úgy gondolta a right-ot. Don't
gotta turn left here. Turn left. Az Isten áldja meg. Left. Go left here. Erre left vagy fel left. Let me think about this. Oh, yes. Can you maybe go right? Go right. Left or right? Most left vagy nem left, öcsém? This is impossible when you're going this fast. I can't see any of the turnoffs. I was really high when I last went to Bernie's place. Turn right. Turn right, öcsém, jó van. Turn right. Okay, then. Mit magyarázol? Na merre kell menni, mondjad! Oh, ember! Ezt is megszültük! Azért körbe-körbe karikába elment kanyarogni. Nem igaz, hogy ennyit kellett vele szarakodni. Ezt elszald a picsába. Jó, van, oké, van. A rokei neked szója. Florian! I come for you, Florian. Az igen, hogy a szarba lehet így tévézni, öcsém? A buzi fejét akarom megnézni. Jó, hogy lehet úgy tévézni, hogy rögtön lábbal lerugod azt a rohadt tévét? Jó, rendben, kus. Na, egy ilyen szuper extra hiper kombó küldi, kész. Itt a vagány Verdám. Szuper, nem? Ez meg Nikinek hív. Hát mi vagyok én? Egy homokos bazd meg. Lószart. Kem engem ne hívjon Nikinek, bazd meg. Jó. Következő dolog, hogy vissza kell fordulni az FM vagy a RB-hez. Megnézzük, merre vannak. Hát az FM az sík vonalban pont ezen az úton van valahol. Szar csinál. Menjél már, baszadék! Rejtett számú köcsög. Please, come soon! My car!
Ó, de jó, BC. Bakker. Ennyi hülye nevet. Nem baj, majd a GTA 5-ben már nem lesz ennyire sok fasság, meg nem lesz így, hogy kötelezően hívogatnak küldetésezgetni, szóval valahol végül is jó ez, hogy így volt valami, ami előrébb vitte a játékot itt, hogy hívtak, viszont azért nagyobb szabadságot ad az, hogyha leülök csak úgy random játszani, és nem zaklat 5 percenként egy hülye gyerek, hogy menjek neki ezt csinálni, azt csinálni, menjek vele bowlingozni. Mi a fuck van? Hát ez hihetetlen. Kus. Na öcsém, ti most dugóba kerültök. Szóval végül is valahol jó volt, jó ez a rendszer, hogy van valami kis életnek tűnő dolog, hogy hívogatnak, meg ilyenek, de másik oldalról viszont tényleg nagyon idegesítő, amikor csak úgy free-be akarok tolni valami játékot, hogy mondjuk kocsikázok, vagy akkor állandóan valaki fölhív, valaki piszkál, mint mondjuk ez a köcsög is. Megint felhívott, az vergődik. Na. Hihetetlen. Hát nem tudom, amúgy, tehát, hogy mondjam, ha valaki játszik, akkor az úgy mozgató alakhat, hogy menjünk küldetést csinálni, és menet közben felhívnak, hogy gyere erre. Ez úgy valamennyire inspiráló lakhat, hogy passzus, jó, akkor menjünk, csináljuk meg azt, amit ők kérnek. Persze, ha tud angolul. Mint ahogy én sem tudok angolul, én úgy szarom le, hogy mit kérnek telefonba, ahogy van. Mert nem fogom föl. Tehát így meg érdekes. Ez meg állandóan hívogasgat valakit. Ha itt nem lehet ezt átmenni, én szétkapok valamit. Engedjél át? Húzzál innen a pöcsömbe. Ó, mindenhol dugó van, meg szar. Ez a kocsi le fog fulladni elég hamar. Ormotoros. Aj, mi van a Windows-zal? Windows Cleaning Platform. Ajajajaj. Cleaner platform. Mintha nem direkt lenne újrakva ez a sok fa, hogy én fölmásszak rá. Ez aztán kurva nagy. Mi? Ó, még én irányítom, beszarsz! Na jó, azért ez... kassa. Nem csipázni kell, lesz... Ó, de imádom! Az igen, mit keresett ott hirtelen az a sok... bogyó? Aha, csipa, ez az! Ott vagyok fönn a tetőn. Valamelyik meg fog dögölni. Ja, valamelyiket meg kellett volna hagyni. Haha! Anyádat lőjél. Ezt imádom. Ezt, amikor vagy az egyiket nyírt ki, vagy a másikat, de hát én ezt elfelejtem veled közölni. Az Isten bassza meg azt a hülye ló nagy fejedet, te köcsög. Meneküljél. Már nyomtam az F-et, mikor fel akartak hívni. Hát így nem hívtak föl. Micsoda szerencse. Na meg azt utálom, rádióváltás közben hívnak föl. Akkor mi van?
Ja, tényleg, ha kinyomom, akkor meg megírja SMS-ben. Tehát erre is gondoltak a játékkészítők, hogyha mondjuk baszok felvenni, akkor is tudatja velem, hogy mi a feladatom. Ami úgy nézzük, jó. Tehát nem az, hogy úgy nézzük, hanem hogy mindenképpen jó az, hogyha szól, hogy mi a feladat, mert én, mint egy hülye játékos, aki semmihez nem ért, úgy ért, hogy nem ért, hogy tehát angolul nem tud, magyarosítást nem rak föl, mert minek, mert így az eredeti, és nem is tudja kikövetkeztetni a helyzetből, hogy most milyen jó lószart kell csinálni, akkor annak ugye sokat segít, hogyha le van írva, bár hogyha angolul nem tud, akkor végülis a dolog meg van lőve. Meg azt tetszik, hogyha rádudálok valakikre, akkor azok elmenekülnek onnan. Mondjuk Samba, vagy San Andreasban nem tudom mennyire volt ez ennyire így. Tudtam, hogy elém jön, tudtam, hogy rendőrök, tudtam, hogy rohadjatok meg. Ez szép volt. Menekülj már oda a platformra, azt nem fognak baszkódni annyit. Dva anyátokat, azt. Kocsival felmegyek, baszol. Ide állok, hogy gyorsan van vissza tudjak jönni majd. Na, gyerünk már, go, go, go! Ez kurva jó. Öcsém, essél össze. Essél hasra. Várjál, hogy van. Essél hasra, most légy van, vagy valami ilyesmi. Ort, azt nem láttam. Jó, én ezt a csávót ismerem. A rendőrön dolgozik, szóval Puk. Blow Brothers. Azok meg ott sétálgattak mellette. A logikus végül is. Get off area... what? Ja, hogy takarodjak el a picsába. Megoldom, baszod. Azt megszoptad, köcsög. Majdnem elkapott rohadék. Jó, hogy terepjáróval jöttem. Vigyázzad, bocsi, gyalogos macska. Na jó, használjuk a járművet a rendeltesésének kitalált helyén. Az úton! Rendőr, bazd meg! És még belém lőtt, baszod. Annak annyi. I can fly, bitch! Fussod neki! A Rockstar Games nem keres most valami 3D-s tervezőt? Úgy mennék egy kört. 3D-s tervezni. Olyanokat csinálnék, hogy még ők se tudnának olyan grafikus motort összerakni, hogy meghajtsa azt a szart. A büdös kurva anyárat már most már elegem volt belőletek, rohadjatok meg. Az igen. Hát. Hú, ember. Ezek egy rohadék buzik. Ha
Ha nem lesz kész a küldetés... Miért? Kurva anyádat! Ilyen nincsen! Hát baszódjál meg! Add ide azt a kurva kocsit, meg kilőlek belőle a picsába, takarodj már a faszomba, hülye nyomarék geci! Buzi! Köcsög! Leraklak, nem érdekelsz, hülye buzi! Engedjél oda a kurva anyád! Aj, azt a borulékony kurva fejedet neked, bazd meg! Kurva anyád, a tirkájá, anyádnak a temetésén SMS-ezgessél, hülye buzi! Tedd már el ezt a szarfont! Mi a faszt érdekel? Még itt áll, mint egy halott szar. Húzzál már innen a pöcsömbe! Ó, bocsánat, elnézést! Jó, te is le vagy szarva amúgy. Kurva telefonfülke. Engedj már! Persze, hogy megint le van zárva minden szar. Hónappal előtte dudáljak. Hát baszódjál meg! Menjél már ki innen a faszomba! Engedjél már el! Rendőrök, buzik, nyomorékok, gecik, szarszopók. De legalább ez a tűzcsap most nála a kurva vért erről a kurva szarról. Nem is ide kell jönni, már megint elnéztem. Most rafináltan fogok beparkolni. És ezek véletlenül meg akarnának támadni. Ne tudj... Ah, köszi! Köszi! Rendőrbácsi. Kapaszkodj már fölre a kurva anyád. Aj, ne fárasszál már! Kurva anyád, menj már vissza! Menjél már, baszadék, hát nem igaz. Jó. Jó, rendben, oké, tudom. Késik a köcsög. Merre vannak arra, de nem én... Puuu, oké, még meg se lőttem már, semmi nem történt. Lépjünk már ezen tovább, jó, köszönöm szépen, az intrót elég volt. Jó, oké, leave area, na akkor Assassin's Creed-eljünk egy picit. Nagy a térköz. Ho-ho-ho. Van valami, amin végig tudok menni, de hogy lófasz van. Leave area. Hova leave-eljem az areámat? Ó, kilövöm magam műholdas tányéros tévével. Most 60 ezer rendőr, meg buzi van itt. Leginkább buzik. Anyádat töltsed most be az objektumokat. Hova a tökönbe menjek el? Ó, de... What? Szerinted leszedem a helit? Leszedem a helit. Másodszak a lábát. Anyádat nem halsz meg.
Na mi van, öcsém? Bum! Kurva jó! Pont elején, figyelj! A kocsimat nem robbantom széje, hülye gyerek. Egy kicsit mellé esett. Dur. Hol a repzi? Bum! Anyáddal játszál most már! Hát ez nyomi! Azt láttad azt a töltéseffektust? Mi van, beléd hány kell, öcsém? Jó, úgyis meghalok, leszarom. Kell a kocsim. Szállj már ki a gecibe. És erre lejön mellém. Cég, ugolj már le, bazd meg. Kurva. Hát ez hihetetlenül buzi! Oh! Elegem van, kész. Szóval a játék egy szar. Nyomorék kurva anyjának kell kitalálni, hogy ilyen buzi szar legyen az egész. 6-szor újra kelljen kezdeni. Nem tudok el elmenekülni. Isten bassza meg. Most meg nem ad kocsit, a kurva anyádért nem adsz kocsit. Add ide ezt a kurva kocsit, a kurva anyádat. Add már ide! Baszódjál akkor, meg lopok másikat. Ez is bazd meg, megy neki a falnak, mint egy hülye gyerek. Add már ide ezt a szart. Ne basszad már a kurva anyádat, engedjél már ne. Leszarlak, nem érdekelsz, nem érdekelsz, bazd meg. Anyádat, bazd meg. U-turn, az kell neked, U-turn, mindjárt jó széttörlek, hülye köcsög. Húzzá a faszomba. A bazi nagy, büdös kurva anyádnak jössz elém. Leszarlak téged is, francis geci. Engedj már, ilyen buzi. Kurva fegyverbolt kell. Még egy utca. Itt balra. Atombombát veszek, baszki, de olyan nagyot, hogy szétkúrja az egész fejüket. Ne vergődjél, nyughassál le. Baszki, megint egy rohadt küldetésből áll az a rohadt büdös kurva videó. Enter, verje neki entert. Van pénzem. E betű. Aj, elhiszem, hogy kurva jól néz ki, csak vedd már meg! Jó. Miből nincs még? Shotgunomból. Shotgun. Tele vagyok, bazd meg, miért? RPG-ből kifogytam. Hagyjátok. Sniper refresh, az igen. Az igen. Buggos.
Mindenre sniperre flasht ír. Gránátból. Snipe-ból. Jó, és még abból a kis pisztolygeciből nincsen nekem. Hú, bazd meg. 2 milliót úgy elbasztam fegyókra, mint a szar. Meg sok olyan... U-turn, na gyerünk már! Elbasztam ennyi pénzt, akkor most már legyen jó. Erre elmegy ez a rohadék kocsi. Szálljál ki, légy szíves! Add át önként a kurva kocsidat, akkor te add át a kocsidat. Hát az Isten, bassza meg. Nem akarok lődözni? Te kényszerítesz rá, te paraszt. Hát ott ennyi, na. Jó, hát ez sajnálatom, ma kell közölnöm, hogy ha ezt a küldit sikerül megcsinálni, akkor nekem már elment az összes létező volt kedvem. Szóval az egésznek a szarjától most. Szóval jelen pillanatban biztosíthatlak róla, hogy titeket, hogy most csak ennyi lesz benne a videóban, meg késő is van, mert most nem volt kedvem videókázni egész nap, így. Úgyhogy nem volt kedvem, így kibaszottul nem videóztam, és így éjszakára, estére hagytam. A dolog az úgy néz ki amúgy, hogy valami 25 videóval van lemaradva a napi egy videó megtekintéses számlálásom, mint ahogy annak kéne lenni. Tehát igazániból, hogyha azt nézzük, akkor több videó van fent, mint ami most jelen pillanatban, 22 videóval van több fent, mint ahol járok a napi egy videónál. Mert hogy ugye az előzetes, a csatorna előzetes, amit én kirakok annak, aki még nincs feliratkozva, annak annak mindig csak minden nap váltom a videóját. Hol egy nap kétszer is váltottam már, mert volt úgy, hogy éjszaka váltottam, egy egész éjszakán keresztül következő nap délig volt ugyanaz a videó, és onnantól megint váltok. Ez általában délben szoktam amúgy váltani, mert akkor, amikor hazaérek, akkor YouTube elé esek, és akkor E betű, öcsém. E betű, bazd meg, szállj már be. És... lényeg az, hogy... ez 22 videó kb. Amivel le van... le vagyok maradva, valamint nem én vagyok lemaradva, hanem 22 videó, amivel több van, mint amennyinek kéne, hogy legyen. Na, elméletileg ez most el van mentve, ez a küldetés. Az a baj, hogy real-time időt nem tudok megnézni sehol se sajnos. Ez hiányzik a játékból, már mondjuk mindegyik játékból. Egy pillanat, leteszem a mikrofont, és oda megnézek egy órát. Hiding behind his badge and the reputation. You know what, Frankie boy? I'm going to use that. I ever feel the heat on me, I'll call you, and you're going to make shit go away. That cool? Sounds like I don't have a choice. Ah, bocsánat, hogy le kellett rakni, csak megnéztem azért. Most lesz szar, mert visszarakom. Na, visszaraktam, nem lett nagyon szar. Miután megnéztem az órát, igen kevés... igen, még van időm gameplayre, csak az a baj, hogy nem ebbe a részbe már. Szóval őt is lerakom a picsába. És innen fogom folytatni. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.